A tengeren túlon jóval erősebb a kultusza, mint szülőhazájában. A 300 éve született Kovács Mihály 16 esztendősen állt be a seregbe, majd kitartásának, tudásának, szorgalmának köszönhetően az Egyesült Államok hadseregének ezredesi rangjáig vitte. Azt sem felejtsük el, hogy ma a világon 34 olyan nemzetet tudunk azonosítani, 34 nemzetet, amelynél konkrétan tudjuk, hogy vagy emigráns magyar katonák, vagy nem emigráns magyar katonák, hanem az ő útmutatásaik alapján ugye a saját nemzet katonái hozták létre a huszárhagyományokat. Tehát 34 olyan nemzet van, amelynek könnyű lovassági hagyományai ismereteink szerint a magyar huszárhagyományokhoz kötődnek, közvetve vagy közvetlenül. Ezek közül nyilván kisebb és nagyobb nemzetek is vannak Európában és világszerte, és meghatározó közöttük az Amerikai Egyesült Államok könnyű lovassága. Az Amerikai Egyesült Államok könnyű lovasságát pedig nem egy tapasztalatlan fiatal lengyel gróf, hanem egy világlátott, akkor már 5 nagy nemzet hadseregében szolgált, tudással, méltósággal, ismeretekkel teli magyar huszár, egy karcagi ember hozta létre. Azaz világszerte, hogyha a magyar huszár archetipusát, őstípusát kutatjuk, hogy ki jogos megszemélyesíteni a magyar huszárt, akkor amennyire Hadik Andrásra gondolunk, annyira Fabrici Kovács Mihály is lehet a magyar huszár archetipusa. Az előadás követően ünnepélyes együttműködési keret megállapodást írt alá dr. Pintér Zoltán Árpád egyesületi elnök, valamint dr. Vég Sándor, a Kossuth Foundation elnöke, a jövőbeni közös célok megvalósításának első lépcsőjeként. Az amerikai magyarság is ápolja a hagyományát, őrizzük emlékét, és erre különböző terveink vannak, és úgy örülök, hogy itt tudtam lenni ezen a megnyitó rendezvényen. Az a reményünk, hogy az emlékév októberben a Washingtoni Kossuth házban tud majd zárulni, ahol remélhetőleg a miniszter úrak is jelen tudnak lenni, és egy méltó keretet tud adni ennek a emlékévnek, ugyanúgy, mint ahogy a Kovács Mihály életének is, amely Magyarországon karcagon itt kezdődött, és sajnálatos módon az Egyesült Államokban végződött. Kalandos életútja során 1777 tavaszán csatlakozott a függetlenségi háborúban harcoló amerikai csapatokhoz, George Washington tábornok ezredese lett. Sokféleképpen meg lehet emlékezni egy jeles személyiségről. Az egyik formája annak, hogy konferenciákat tartunk, előadásokat tartunk, könyvek jelennek meg, rendezvények vannak, és ez szerintem mindegyik nagyon jó, így jó, és még további programok is, hogyha megszületnek, hogyha azokat le tudjuk bonyolítani, akkor emlékezetesebbé teszik ezt a mostani esztendőt, a Kovács 300-at. Én örülök annak, hogy ebből az alkalomból egy bélyeg jelenik meg, hiszen egy ilyen kalandos életű embernek a pályája az utazásokból áll, az információ pedig még mindig jelentős részben postai úton szokott a maga pályáján mozogni. A Magyar Posta ugyanis az évforduló emlékére bélyeget bocsájtott ki. Az emberek szolgálata mellett úgy érezzük, hogy értékeket is kell közvetítenünk. Magyarság értékeit, nemzeti kincsük értékeit minden emberhez el kell juttatnunk. Legyen ez egy kiváló személyiség, történelmi esemény, sportesemény, például most az olimpiáról bocsátottunk ki bélyeget, ami most következik, vagy egy művész és műalkotásról is készülhet bélyeg. 55 esztendős korában az amerikai szabadságért harcoló karcagi huszár halálos lövést kapott Charleston ostrománál. Emlékelőtt tisztelegve az akkor még alig 15 ezer lelkesváros szobrot állítatott. Kovács Mihály munkássága, élete, az a szabadság utáni vágy, amelyért ő harcolt és amelyért életét adta, ez a mai fiatalságban is megvan, meg lesz. Nekünk, mai generációnak az a feladata, hogy ezt tovább örökítsük irányukba. Én bízom abban, hogy ez hosszú évekig, évtizedekig így lesz még. A rendezvény a Colonel de Kovács Mars című katonai induló ősbemutatójával zárult, melyet a Nagykun Honvéd Banda részfúvós kvintetje adott elő.